Tisztelt ünneplő közösség, kérem, hogy az énekkarral közösen énekeljük el a magyar nagy székely énekét. Bizony hallott az mindeket. Szíven találta őket az ügyes madász hátulról,
ablakostérnál 80 lépés távolságra. Egy-egy növéssel mindenek. Hosszú évek után is mesterről is gyanánk emlékeznek ezt a vadászpajtást. A két vitéz róttávalok nem is jövőnített. A tábornok ezeket sem tudta meg. Látszólag kis dolgok ezek, de ezekből készül a történet nagy dolga. Amint egy-egy csöpfér sokaságából az élet, a szerelem, a lángelme, a nagy alkotás. Majd mondok én hát nagy dolgokat is. Amikor elfogunk egy osztrákat testet szőröstől, vöröstől, árnyéval, magasságával, vezéreivel, tisztében értemben. A legnagyobb, legtökéletesebb viadal függetlenségi harcom egész folyamában. Történetírásunk tudja ezt, néhány szóval meg is említeni. De kevesebb tud róla, s amit tud, abban is sokat tévedés. Nem mert emberek csinálták a nagy haditént. Leginkább csak csilibügyi nemzetről. De hogy juthatna hely a történet márványoszlopán, akkor mi mezőszentődni, lepségi nemzetődni. Jön a föld népe, ezt mondta a mezőföldi ember, amikor seregenként nagy tömegekben jöttek a túladunai nemzetről. A katona nem a föld népe, a tisztviselő sem, és a nemesség sem az. A nagyszámú nemzetük neveztel a mi népünk a föld népének. A mi vidékünk a Duna balpartját a Duna Tisza közép nevezett túladunának. Onnan jöttek a nemzetők. Kevés puska, kevés kard, sok dárda, sok fokos, néhány kaszak. Ebből állott a nemzetők fedezete. A tisztek lóhában. Amely napokon mi a büszke bánda lepsényben beszéltünk, ugyanakkor meg Kossuth Ceglédre, Nagykörösre, Kecskemétre, hogy nagy lelkének tüzével lángolóban csasz mindenki lelkeket. Ébred magyar, bitor ellenség tett a hazádra. Légy bátor, mint mindig. Légy erős, mint hajrá. Ami fegyvered van, vedd kezedbe, de puszta kézzel is elbújtják az ellenségnek. Apáid se kimérték a vérüket, te se sajnál a tiédet. Ronny élet a szolgaélet, vagy szabadon élj, vagy hagyd meg a csületbe. De mi ezt nem tudtuk. A világ segítségével nem lehetett akkor még se írni, se beszélni. Kossuth fönséges útjának hírét csak sokkal később hozta hozzánk a szellemi szárnyát. Szeptember 25-én harsogott le Nagykörös városának házárvéjéről Kossuth szózatos beszéde, és október 4-én már Sárgadában volt a nagykörösi nemzető. Századokba osztva, tisztekkel ellátva a katonai magasságban. Az útnak a hosszúsága mindenféle területtel vagy 200 km, és közben Dunán is át kellett tenni. Hogy lehetséges ez? A nemzető mégse katona. Ma máskorban élünk. A vaskerék csapáson villamos erővel röpíti a katonát a vaskocsi, és ha ma mozgósítják a katonát, mégse tudna a 9. napon teljes rendben az ellenség előtt 200 km távolságban pontosan megjelenni. És a nagykörösi nemzető ezt tudta. Hajd dicső volt, szinte bágyazta rád emlékezőnek. Más lelke volt akkor a magyarnak. Mai lelke mélyen alszik. Fölébb vele, mi, amíg mi élünk. Nagykeletről jött a nagykörösi nemzetőség. Onnan jöttek a kiskunok is még nagyobb sereggel. Náluk Kossuth nem járt ezúttal, de azért mégis úgy jöttek, mint a fejbe. Otthon nem maradt volna senki. A horvátokat meg akarta mindenki. 300 fegyvertelen és tanulatlan nemzetről egy hadsereg ellen, amely 8000 jobb katonából áll, ágyukkal és lovassággal, és vitéz tisztik arra. Valami örültséget jött a hatalmába akkor az emberek? Nem. Hanem csodálatos érzéssel voltak a szívek tele. Azt hittük, akár sok, akár kevés az ellenség, nekünk azt meg kell támadnunk, mivel hogy a hazát és a becsületet kötelességünk meg volt alkalmaznunk. Hogy a harcnak mi lesz a vége, elme nem számított a komolyan. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eddig az idézetek Ötvös Károly a Nagy Évadó Emlékmény című művéből. Úgy vélem, ezek a sorok mindent elmondanak nekünk hazaszeretetről, bátorságról, becsületről, hűségről és az összefogás erejéről. Azokról a tulajdonságokról, amelyek annyira hiányoznak a ma emberéből, és amire olyan nagy szükségünk lenne a mai zavaros időkben. Legyünk hát büszkék a helyi hőseinkre. Ismerjük meg a történetüket, tetteiket azért, hogy amikor elmegyünk emlékünk előtt világosan tudjuk, mit tettek ők. Higgyük el, hogy a kis emberek is alakíthatják a történelmet. Tisztelt ünneplő közösség! A mai napon fejet hajtunk a bátrak, fejet hajtunk a hősök kicsőség előtt. Mindegyik előtt. Ők mind-mind a mi hőseink.
A magyar hős különös fajta. Mifelénk az, aki másokat legyőz, nem hős, inkább csak hőztes. Esetleg bajnok. Mifelénk a hős címét annak tartogatják, aki a sorsot győzi le. Aki képes átjönni azt. Különös, hogy a hőseink gyakran nem is győztesek, sőt első látásra inkább vesztesnek tűnnek. Legyőrték, letaposták, elűzték, kivégezték őket. Mégis voltak éppen ők írták át a sorskönyvét. A sorskönyvében 1848-ban az volt megírva, hogy a Habsburg birodalom ellen nincs mit tenni. Mégis valamiképpen, s ha az akkor jött belenyugszanak be és teljesedett volna rajtuk a végzet, és a német tenger elnyelte volna a magyarokat. A magyarok sohasem hitték azt, hogy a végzet utol ér bennünket, akármit teszünk is. Inkább azt hitték, hogy a végzet akkor ér utol bennünket, ha nem teszünk semmit. A saját történelmünk arra tanít bennünket, hogy a sorsunk könyvét, ha kell, munkával, szorgalommal, ha kell, bátorsággal és vérrel, de mindig magunknak kell érni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A hősök életpéldájukkal, diadalaikkal, szenvedéstörténeteikkel megmutatják, hogy kik voltunk, kik vagyunk, és azt is megmutatják, hogy kik lehetünk. Ők értetik meg velünk, hogyan lehetünk többek volna, mint ma vagyunk. Csak ők képesek rá, hogy egy kivételes, összesűrösödött pillanatban megtestesítsék a nemzet szellemét. Ha rájuk gondolunk, megértjük Máré Sándor sorait, a kihívét. A haza nem csak föld és hegy. Halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőben, kenyér és táj. Nem. A hazatere. Szőröstől, bőröstől. Testi és lelki nyomorban. Ő szült, ő temet el, őt éled és fejezett ki, mind a nyomorult, mind a nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, amelyeknek összessége életet alkotja. És életed a haza részének egy pillanata is. Tisztelt ünneplő közösség! Nemzeti alkotmányokon végződik, hogy a 12 pont kezdődik. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ennek a gondolatnak a jegyében fejezem be a beszédemet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megemlékezésünk végén, kérem fáradjunk át csodálatos nemzetőlem lépülőt köz, és helyezzük át a szorokat, hogy a szózatra fejezzük el a mondjuk.